A legutóbbi idényben a megyei harmadosztályban szereplő Spari 2 egy osztállyal feljebb rögtön egy rangadóval kezdett, a Bodnár Lászlóval és Volodymyr Ovszienkóval megerősített Kálus Semjét fogadták a nyíregyháziak az örökösföldi pályán. A vezetést a vendégek szerezték meg Bodnár 11-es bőlőt góljával a 18. percben, a hazaiaknak a hajráig kellett várniuk az egyenlítésre. A 86. percben Szokolai szintén büntetőből volt eredményes, beállítva az 1-1-es végeredményt. A vendégek edzője elégedett volt a megszerzett egy ponttal. Július 1-én kezdtük a munkát Kálós Semjénben, ugye mindenki értesült arról, hogy rövid időn belül egy pályavaton találtuk magunkat a Kisvárda ellen, és azzal a mérkőzéssel igazából 9 felkészülési mérkőzést tudhatunk le a felkészülési időszak alatt. Ez alatt heti 2-t edzett a csapat, és igazából úgy gondolom, hogy a legerősebb ellenféllel találtuk magunkat az első fordulóban, és mindent megtett a csapat annak érdekében, hogy ez az eredmény. Talán úgy gondolom, hogy nekünk kedvező. Rengeteg játékos távozott a csapatból, és én úgy egyeztem meg a vezetőséggel, hogy csapatot kell építenünk. Tehát ilyenkor nagyon nehéz célokat meghatározni, illetve megjósolni. 10-12-13 játékos beépítése az senkinek sem egyszerű feladat. Mi most ezen dolgozunk. A lehető leghamarabb szeretnénk elérni a csapategységet, és azt, hogy ezek a játékosok megpróbáljanak egymásért küzdeni, futballozni. A Spari 2 célja a bajnoki cím megszerzése. Szilágyi Krisztián edzőnek 3 különböző csoport játékosaiból kell összeállítani a csapatot. Vannak az utánpótlásból, az U19-ből kiveregetett játékosok, illetve tudja Dávid Barzógergő és Csoma Dániel, illetve vannak az U19-es játékosok, akik kettős játékengedéllyel játszhatnak nálunk, illetve az első csapat keretéből vannak azok a visszajátszó játékosok, akik tudnak nekünk mérkőzéseken segíteni. Mindenféleképp szeretnénk megnyerni a bajnokságot. Tudom, hogy ez nagyon nehéz lesz, már a mai meccsen is megmutatkozott, hogy nagyon sokat kell még dolgoznunk, és meg kell szenvednünk minden egyes mérkőzésen a pontokért. Természetesen ez lenne a célunk. Megpróbálunk majd mindent elkövetni azért, hogy a végelszámolásnál ott tudjunk lenni az élen. A 46-szoros válogatott Bodnár László újabb osztályban és újabb csapatban mutatkozott be a mérkőzésen. Nem mondom, hogy jól esett, de megpróbáltunk mindent megtenni, hogy pontokat hozzunk el. Ez 85 percig sikerült is, de kaptunk egy 11-est, ami szerintem nem volt az. Ilyen a foci, de megpróbálunk tovább lépni. Kisvárda elfulladtság miatt így nem tudok kiállni. Egy edzésem voltam, ahogy edzőmeccseken tudtam, akkor jártam, próbálom segíteni a csapatot. Úgy nem is kell nagyon beéleszkedni, mert nagyon hamar befogadtak a csapatások, és ezáltal így sokkal könnyebb volt minden. A következő fordulóban 2 szünet után játszik ismét hazai környezetben bajnoki meccset a Kálus Semjén, vasárnap az Apai látogat a felújított semjéni sporttelepre, a Spari 2 pedig Tiszavasváriban lép majd pályára.